A legkedveltebb és általában olcsó magyar gyümölcs kilójáért sok helyen már 1000 forintot kérnek, számolt be róla az egyik napilap. Televíziónk utána járt, hogy mennyit is kérnek helyben 1 kiló almáért. Karcagon még tartja az árát az alma. Az 1000 forintos ár térségünkben nem jellemző, szupermarketekben és fővárosi piacon sajnos igen. Ezek persze szép, fényes, egészséges almák, hiszen csúf ütődött, nyomott, van olcsóban is, de az is 400 forint kilónként. A külföldi almát behozzák, az olaszt, a déltriolit, talán a lengyelt is, és azok, hát... azok lenyomják az árát. Pedig nagyon kevés termet most a tavalyi évben. Egy harmad a termés van, mint az előző években. A tavaszi fagyok elvitték. A tavaszi fagyok emelhették az árakat a televíziónk által megkérdezett termelő szerint, de több tényező is befolyásolja az árak változását. Tavaly tavasszal sok gyümölcsösben a rügyek elfagytak, aztán a szárazság okozott gondokat, sok olyan fajta volt, amely egyáltalán nem is hozott termést. Tavaly tavasszal folyamatosan jöttek a mínuszok. Áprilisban többször is volt mínusz 5-6 fok a gyümölcsös kertekben. Hát nyilván rettenetesen nagy fagykára volt a termelőknek. Utána pedig a nyári aszály sem tett jót a termésnek. Nagyon-nagyon kevés alma érett be az idén a fán. És hát gondolom, hogy ez a magas ár ennek tudható be. Nekünk az kellene, hogy télen legyen tél, de már a jövő hétre megint felmelegedést mondanak, és ilyenkor nehéz eldönteni, hogy mikor kezdjük a metszést, és mi várható. Ha túl hamar metszünk, és esetleg olyan ágakat is levágunk, amin esetleg termés lehetne, akkor lehet, hogy megint aranyárban lesz az alma. Nyilván ezt a termelő rettenetesen átgondoltan fogja megtervezni, és hát reménykedünk abban, hogy extra körülmények nem lesznek 2021-ben. A stábunk által megkérdezett vásárlók szerint viszont drága a tél kedvenc gyümölcse. Az alma és minden gyümölcs szinte aranyáron van, mert az idén lefagytak általában a kis kertekbe is, meg a nagy termelőknek is, úgyhogy igazániból mértékkel tudja az ember csak megvenni, de muszáj, mert a vitamint meg valahogy pótolni kell, főként így téli időszakban, és az alma meg Szabolcsból jött, jó ropogós, finom, ízes, akkor is megveszi az ember, csak kevesebbet, mint egyébként szokott. Vannak gazdák, akiknek tavaly egyáltalán nem volt bevételük, és aki ezt nem tudta átvészelni, abba hagyta a gazdálkodást. Karcagon és térségünkben 3-500 forint körül mozog a kilónkénti ára.